Szóval az az igazság, hogy én a Linux Mintről szeretnék egy előadást tartani, és bemutatni nektek. És hát kicsit belemennék a régi dolgokba, hogy minden régen jobb volt, sűrűn voltak Debian kiadások is, és hát ami talán nem volt annyira jó, hogy hogyan tudott az ember Linuxhoz jutni. Én Krisztiánnak szerintem megköszönhetem, hogy itt állok, mert annól a Chip magazinból mindig havonta próbáltam begyűjteni az újabb és újabb kiadásokat. És akkoriban körülbelül ez volt az egyetlen lehetséges mód, hogy az ember így Linuxhoz jusson, mert a letöltési sebességek modem esetén azért nem voltak túl nagyok. Úgyhogy én nagyjából ezzel a verzióval csöppentem bele a Linuxos életbe, de aztán annyira nekem nem tűnt egyértelműnek, és próbálkoztam különböző disztribúciókkal, nézegettem mindenfélét, hogy melyik tetszene, és használtam, de nem volt a fő, tehát ott volt mindig a gépemen, de nem volt a fő operációs rendszer. Minden aztán elkerültem egy céghez, és ott elég kiterjedte használtunk mindenféle open source cuccokat, még az akkori StarOffice például, és aztán belefolytam például a lokalizációba, amit azóta is csinálok, különböző platformokon, a Mozilla-s termékeket, hogy legyen egy másik mobilos platform, a Firefox OS kapcsán például, és hát kicsit így éreztem magam, hogy én vagyok az egyetlen, aki a környezetemben Linuxot használ, és hát aztán telt az idő, és egyre több helyen láttam, hogy mindenki kezd Linuxot használni, desktopon is, egyre több ismerősöm kipróbálta, ahol lehetett én is telepítettem féléket felhasználóknak. Én például édesanyám is meg elegérdéssel használja a saját kis Linuxet, ami most már Linux mint egyébként. És most már kezdem így érezni magam, hogy mindenhol Linux van körülöttem, és ezt nagyon élvezem. A kezdőket ugye elbátorítja az, hogy, vagy elbátorítlak, na szóval a kezdőket kicsit, igen, még gyakorolnom kell a magyar kiejtést, szóval a kezdőknek kicsit problémát jelentett az, hogy vajon melyik Linux disztribúciót válasszák, mert hát annyi van belőlük, mint égen a csillag, és mindenféle van, kicsi, fényes, nagy, népszerű, kevésbé népszerű, két ember által használt. Már egyébként egy mondás szerint nincs legalább, tehát nincs olyan dolog, amit Kínában legalább 1,5 millió ember ne csinálna, úgyhogy lehet, hogy az összes disztribúciónak legalább van 1,5 millió felhasználója. Úgyhogy az ember találkozhat különböző csillagképekkel és egyéb érdekességekkel, és én igazából a Debian vonalat kedveltem meg, azt szerettem, Ubuntu-ra aztán egy kicsit átszoktam, úgyhogy a Debian Ubuntu az nálam főhelyen volt. Egészen addig, amíg az Ubuntu meg nem jelent az Unity felülettel, amelyet tényleg én, mint akit kerékbe törtek, próbáltam megszokni, de nem sikerült, és mindig sose ott voltak a dolgok, ahol szerettem volna, és nem oda kellett kattintani. És aztán így kerestem egy másik rendszert, be kell vallanom, szerveren továbbra is Debianozom és Ubuntuzom, tehát számomra az megfelelő rendszer, viszont az asztali rendszeremet lecseréltem egy másikra. És hát, ha megnézzük, ez csak a Debianos disztribúciók széles és nagy családja, akkor egy egészen távolra eső galaxist választottam magamnak, ami körülbelül ott látható. Itt. És a közvetlen szülői ugye az Ubuntu család, ez pedig a Linux Mint, ami számomra nagyon megtetszett, és én igen, sokat használom az utóbbi két évben, tehát körülbelül akkor tértem át erre a rendszerre. A rendszer ennél sokkal régebb óta létezik, nem dicsekedhet olyan nagy múlta például, mint a Debian vagy az Ubuntu. Egészen 2006-ig kell visszamenni, amikor szerintem mindenki a németországi futball VB-t nézte, kivétel egyetlen embert, aki Clemnek hívják, Clement Lefebvre, aki elkészítette augusztusban az első Linux mintes kiadást, és azt a nagyon jó marketing ötletet találta ki, hogy hölgyekről nevezi el a kiadásokat,
Így ez viszonylag egy bizonyos rendszergazdai körben könnyen promotálható az e-féle rendszerek. Úgyhogy meg létrehozta a Linux Mintet, amely lényegében az Ubuntu-ra épül, kis kiegészítésekkel, és az érdekessége az az, hogy csak desktopon létezik, tehát nem vitték át ezt a szerveres vonalat. A Linux Mint elkötelezett az iránt, hogy ők nagyon jó desktop rendszert készítenek, és nem akarnak az Ubuntu-nak így konkurenciát teremteni. Úgyhogy ez a rendszer létezik 32 bites vagy 64 bites változatban, épülhet Debian vagy Ubuntu-ra, és alapvetően négy fajtája van. Ha Ubuntu alapokon képzeljük el a Linux Mintet, akkor van a Cinnamon változat, ami egy saját fejlesztés, van a Mate, ami egy másik külső fejlesztés, de közel áll nagyon a Linux Minthez. A Cinnamon alapvetően egy GNOME 3 forknak indult, de aztán most jelentősen eltért tőle. A Mate az egy GNOME 2 fork, és ugye a GNOME 2-t a GNOME 3 fejlesztése kezdetén, vagy annak előre haladtával elhagyták a fejlesztők, és a Mate lett egy olyan fork, aki azt mondja, hogy most már csinálom tovább a GNOME 2-es irányvonalat, és az nekünk jó, mert megszokták az emberek, és a napjainkban is ez ugyanúgy fejlődik. Természetesen van KDE változat, aki a nagyon csili-vili változatot szereti, illetve hát kisebb erőforrású gépekre, ahol mondjuk 1 giga memória rendelkezésre, laptopra, oda az XFCE az a változat, amit ajánlani tudom. Ubuntu-val közös alapok azok eléggé masszívak. Ez körülbelül azt jelenti, hogyha megnézed a föltelepített csomagtárolók listáját, akkor abból az első négy az Ubuntu-s csomagtároló. És van egy ötödik, amiben benne vannak a Cinnamon vagy Linux Mint specifikus csomagok. Az utóbbi idő nagy változása, hogy a 17-es verzió, ami tavaly év végén jelent meg, lényegében behozta azt a változást, hogy csak LTS változatra épül a Cinnamon, tehát a maga az ablakkezelő, a grafikus felület az fejlődik, az nagyjából fél évente új változatot fog kapni, viszont az egésznek az alapja az a stabil LTS változatra épül. Illetve ugye van a másik nagyobb bág, ami a Debianra épül, ebből is Cinnamon és Mate verzió van. Ez egy rolling disztribúció a Debian stabil változatán. A rolling ugye azt talán ki kell fejteni, nem tudom, a rolling disztribúció, mint kifejezés az ismert, tegye fel a kezét, akinek igen. Jó, vagy a többiek alszanak már. Szóval a rollingnak az a lényege, hogy verzió frissítések érkezhetnek úgyis a megfelelő tesztelés után, úgyis érkezhetnek az adott Linuxba, hogy nem kell nekünk disztribúciót frissíteni, tehát mondjuk ha LibreOffice használunk, akkor a 4.2-es verziót egy idő után, amikor kellően képes stabil, a 4.3-as föl fogja váltani a hivatalos tárolókban is. Most gondoltam, hogy mutatok egy pár asztalt, hogy hogyan néznek ki a különböző változatok, de igazából az ördög a részletekbe rejlik, mert nagyon nagy különbség nincsen a különböző verziók között. Ha így első ránézésre nézzük, persze a telepített alkalmazások köre, a telepített programok, a menü kinézete, azok mind eltérnek ezeknél a változatoknál, és ami nagyon nagy differencia, a különböző rendszereknek a memória használata. Tehát a Cinnamon, a KDE mondjuk talán a legmemória éhesebb, az XFCE pedig a legtakarékosabb. Az egész Linux Mintnek a filozófiája az, hogy nagyon könnyen használható rendszert adjon az emberek kezébe, és ennek érdekében ők például csinálnak külön programokat is, amik nem csak forkjaik az eredetének, hanem például segítik a rendszernek a karbantartását, az új frissítések telepítését, a mentés készítését. Mint azt mondtam, az egész Linux Mint az Ubuntu alapokon épül, ez lényegében azt is jelenti, hogy Debian csomagok vannak. Ezeket a Debian csomagokat ugye hozhatjuk az Ubuntu tárolókból, hozhatjuk a saját tárolókból, illetve hát nem esett szó, számomra az egyik legnagyobb kedvenc dolog az, hogy PPA-k vannak. Nem tudom, a PPA-k azok ismerősek, kezdett föl, aki ismeri.
akkor a csapat másik felének elmondom, ezek olyan tárolók, amik egyedileg lehet a rendszerhez hozzáadni, és valamilyen új szoftververziót kínál. Például nagyon jó, látok itt OpenStreetMap-es embert, a Jors, tehát a Java-ban készült OpenStreetMap editornak van egy külön PPI tárolója, én azt szeretném, hogy mindig meglegyen a legújabb Jos szerkesztőm, amivel az OpenStreetMap-et lehet szerkeszteni, akkor ezt a PPI-t hozzáadom a rendszeremhez, és onnantól kezdve ez is úgy frissül, hogy amikor van új verzió, egyből jelzi a rendszer, hogy akkor innen tudok telepíteni legújabb verziókat, vagy ugyanígy lehet akár a LibreOffice-t is említeni, aminek például a 4.4-es verzióját most csak így lehet beszerezni, tehát hivatalos disztribúcióban még nem jelent meg, de ki akarom próbálni az újdonságait, akkor egy PPI tárolót hozzáadok a rendszerhez, és onnantól kezdve kényelmesen lehet föltelepíteni az új verziókat. Vagy említhetném egyébként az Abevjava tárolót, amit csináltam, aminek az a lényege, hogy ugyanúgy rákeresem, melyik nyomtatványt szeretnéd kitölteni, föltelepíti az Abevjavát, föltelepíti a nyomtatványt, és már lehet is bevallani az adót. Úgyhogy ez ne legyen gátja a Linuxos adóbevallásnak. Hát alapvetően a Linux mint egy fork, ha a Cinnamon verziót nézzük akkor is, ha a Mate verziót nézzük akkor is. A másik két változat esetében a KDE meg a XFC esetén ez annyira nem jelenthető ki, viszont a Cinnamon az olyan szinten fork, hogy eredetileg ugye a GNOME 3-ból indult, de most már például a GNOME csomagok nem kellenek hozzá, ugyanúgy GTK3-at használ, mint a GNOME 3, viszont minden technik, tehát minden motorháztok tető alatt lévő komponensét kicserélték. Ugye a GNOME 3-ban van egy Mutter nevezetű ablakkezelő, azt a Muffin váltotta, a GNOME Control Center-t, a Cinnamon Control Center, a GNOME-at ugye egy az egybe kidobták ebből a rendszerből, és megmaradt a GTK, ami maga az a grafikus toolkit, ami a különböző interfészelemeket megjeleníti. Úgyhogy a Cinnamon az jelentős változást jelentett. Nagyjából az elmúlt négy évben fejlődött egy külön ággá, és számomra a leghasználhatóbb asztali felület. Én erre váltottam a Unity-ról, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jól használható, és nagyon segíti azt, hogy az emberek könnyen átállhassanak az új, tehát erre az asztali felületre. A Linux Mintben van egy csomó saját program, ez segíti a rendszer adminisztrációját, segíti mondjuk a mentések készítését, driverek telepítését, amikor elindítjuk a rendszerbe, jön egy üdvözlőképernyő, ahol a rendszerrel kapcsolatos információkat láthatjuk, segítségnyújtás, kapcsolatos, tehát technikai támogatás jellegű oldalakat lehet róla meglátogatni. Ugye a Linux Mint alapértelmezett fáj kezelője is megváltozott az Ubuntu-ba, meg a GNOME Unity alapú rendszereknél a Nautilus van fájkezelőként alkalmazásban. Itt ez szintén forkolásra került, a Nemo nevezetű fájkezelőt használja, aminek egyébként szóval ezt dinamikusan fejlesztik, és valahogy azt érzem, hogy több funkciót pakolnak bele, de igazából azok a funkciókat rakják bele, vagy olvasnak a gondolataimba, vagy csak mindenkinek ez az igénye, amik számomra tök hasznosak, és azt érzem, hogy hú, hát ez tök jó, megint ki lehet próbálni új dolgokat, két tabos, vagy több tabos fájkezelést, vagy akár képvonalesre is át lehet rendezni. Tehát egy csomó olyan dolog van, amivel a fájkezelési feladat az könnyebbé válik. Persze lehet, hogy ettől függetlenül mindenki Midnight Commander-t használ, mert az a legjobb, de ha a grafikus felületen szeretnék ezt használni, akkor a Nemo az egy jó megoldás. Ugyanúgy a backup megoldás, ugye a backup az nagyon fontos, hogy legyen mindenről mentés, a Linux Mintnek van egy saját backup megoldása, szerintem nagyon kényelmes és jól használható, és igazából felhasználók számára könnyen beállítható, úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy a Linux Mint minden elemében olyan próbál lenni, hogy minél könnyebben használható legyen, és minél egyértelműbb legyenek a dolgok, és minél kevesebb új dolgot kelljen megtanulni, mégis az egész rendszer az így jól használható és korszerű.
Hát beszéljünk a nevekről, mert említettem, hogy nagyon jó marketizálható része következik a Linux Mintnek, ugyanis női nevekről a különböző kiadások női neveket viselnek. Lényegében így néz ki az ötös verziótól kezdve, de inkább visszaadom a hölgyeket, jó? És akkor csak a lényegről beszélek. Ugye ott volt egy nagyon sok kiadás, a kiadások követték az Ubuntu kiadásoknak az ütemét, tehát általában az Ubuntu kiadás után egy-két hónappal jelentek meg, és mostanra viszont történt egy változás, hogy a nagy kiadás, tehát hogyha az Ubuntu alapját nézzük, akkor ezen régebben minden fél évben volt új kiadás, és az aktuális Ubuntu-ra épült, most viszont a 17-es változattal bejött az a változás, hogy most már csak az LTS-re épülnek, és az összes többi elemét próbálják a Linux Mintnek frissíteni. Úgyhogy jelenleg három kiadás van aktívan karbantartás vagy támogatás alatt, a 13-as verzió, amely ugye a 12.04-es Ubuntu-ra épül, Maja névvel szerepel, és 2017-ig van támogatva. A 17-es verziók 2019 áprilisáig, és ugye mivel egy LTS verzióról van, ugyanakkor jelen, mint az Ubuntu, ezért hiába novemberben jelent meg a 17.1-es változat, az is ugyanúgy 2019 áprilisáig lesz támogatva. Ja, és ennek a diának készítettem egy nőnapi változatát is. Úgyhogy remélem a hölgyek legközelebb hozzák a barátnőiket, és akkor sokkal több hölgy lesz, úgyis ez egy trend most az informatikában, hogy próbáljunk minél több hölgyet bevonni. Úgyhogy, és próbálják ki a Linux Mintet mindenképpen. Szóval számomra a Linux Mint az nagyon kényelmes, mert ott van minden, ahol kerestem eddig, hogyha XP-ről akartam volna valakit áttéríteni, akkor kb. Ugyanúgy néz ki, de ugyanúgy néz ki, mintha Windows 7-et használna. Tök jó, hogy lehet keresni mondjuk egy Windows gombbal, és akkor simán csak beírom az alkalmazás nevét. Maga az ablakkezelő tökre okos, nagyon sok mindent tud, hogyha az ablakot ide-oda húzogatom, akkor az éleknél ugye mondjuk ilyen negyed vagy fél méretű ablak jelenik meg, tehát átméretezi automatikusan az ablakokat, és úgy az egész rendszer ilyen számomra nagyon kényelmes és nagyon jól használható. Úgyhogy én teljesen kedvelem a Linux Mintet, és mondom, asztali változatban ezt tudom a leginkább javasolni. Én a laptopon a Cinnamont használom, mert viszonylag sok memória van, de hogyha mondjuk kevésbé erős gép van, kevesebb memória, akkor akár egy XFCE is jó megoldás lehet. Stabil, nekem igazából ezen a gépen, meg általában a többi számítógépet, amit még használok, azon nem volt ilyen stabilitási problémám. Ez persze köszönhető annak, hogy az Ubuntu is azért az LTS kiadásokban igen stabil, tehát ha mondjuk az LTS kiadás után közvetlenül nem is, de az egy-két hónap, amíg a Cinnamon változat elkészül, utána már az is szerintem jól használható és stabil operációs rendszerré válik. És tényleg az egyik legnagyobb előnye, hogy például a Cinnamon egy nagyon ismerős felületet nyújt, nagyon jól használható, szóval én ezért kedvelem. Másik dolog, ami szerintem most már sokat változott a Linux világában, az a hardware támogatás, ugye ez egy desktop disztribúció, itt nincsenek nagyon sok, hogy mondjam, nincs az, mint a szervernél, hogy akkor kipróbáltunk pár kombinációt, és akkor ez a szerver most már támogatott. Nagyon sok felhasználói eszköz van, amivel együtt kell működni, és se az Ubuntu, se a Linux, mint ebben a tekintetben nem volt szégyen. Tehát azt gondolom, hogy általánosságban most már sokkal jobb a helyzet, mint évekkel ezelőtt a hardware támogatás tekintetében. Tovább mennék, én úgy érzem, hogy a Linux az reális alternatívája a Windowsnak és a macOS rendszernek a desktopon is, tehát jó pár embert sikerült meggyőznöm, hogy próbálja ki, és nekik tetszett, és ezt választották. Ezt lehet Ubuntu-ra is érteni, lehet egyébként Linux Mintre is, tehát azt gondolom, hogy most már sokat változott a kép, hogyha valaki nem próbált ki Linuxot mondjuk az elmúlt 2-3 évben, akkor szerintem érdemes újra neki látni és újra megpróbálni, mert most már sokkal jobb a helyzet, mint évekkel ezelőtt. Fontos ugye, hogy itthon tudjunk nagyon hazai felhasználóknak magyar nyelvű szoftvert biztosítani, úgyhogy sokat dolgoztunk azzal, hogy az összes kiadás az magyar nyelven elérhető legyen.
úgyhogy senkinek nem kell tolmácsot kérnie, minden magyarul zajlik, a Cinnamon 100%-ig le van fordítva, a Mate az nagyjából 95%-ig, úgyhogy, vagy 98%-ig, úgyhogy ez a rendszer tényleg beszél magyarul, jól össze van rakva, úgyhogy tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom. Ha valaki, ugye ez közösségi projekt, azt nem említettem, hogy a Linux Mint ellentétben az Ubuntu-val teljesen közösségi alapú, ebben a tekintetben inkább a Debianra hasonlít, és a mögötte lévő embereket igazából támogatás útján kiadott weboldalon kihelyezett hirdetések, illetve nagy lelkű támogatók támogatják, úgyhogy a Linux Mint ennek köszönheti a létét és a működését, és hogyha valakinek van kedve például részt venni a fordításban, akkor ezeken a linkeken tud részt venni. Ezt a prezentációt természetesen megosztom, úgyhogy nem kell most lejegyzetelni az összes linket a prezentációból. Úgyhogy mondanom se kell, hogy szabad szoftver, ugyanúgy felhasználható, ugyanúgy kedvezők a licenszelési feltételek, mint a többi szabad szoftver esetén, úgyhogy tényleg mindenki ingyenesen használhatja, kipróbálhatja. Azt tehet lényegében vele, amit akar, úgyhogy ingyenes, bár ez mostanában annyira nem számít, úgyhogy a különböző új cipők és mobiltelefonok dolgát nézzük, és van mögötte egy közösség, ami elég erős a külföldi, tehát hogy a külföldi közösség az nagyon erős, ugyanakkor a magyar közösség az viszonylag kis szám, úgyhogy ha valakinek van kedve és kipróbálta a Linux Mintet, tetszett neki, akkor azt arra buzdítanám, hogy legyen a közösségünk tagja, és csináljuk együtt ezt a jó munkát. A jó munkához hozzátartozik, hogy elkészült egy új weboldalunk, ezt két héttel ezelőtt élesítettük, ez a linuxmint.hu webcímen érhető el, Drupal alapú oldal, és hát itt van fórum, segítségkérésre van lehetőség, illetve részt lehet venni a közösség munkájában. Az oldalon van dokumentáció, van fórumunk, a dokumentáció természetesen fejlesztésre szorul, Tóth Gábor, aki ott van, és tőle is lehet majd kérdezni egyébként, ha vége van az előadások hadának, neki oroszlán része van abban, hogy vannak magyar nyelvű dokumentációk, lényegében az összes Cinnamon variánsra, úgyhogy, de tervezünk most egy nagyobb szabású dokumentáció írási projektet is, úgyhogy majd az, ha valakit érdekel, akkor nyugodtan keresse meg Gábort. Itt találhatók a dokumentációk, ezt szerintem át is ugrom, hogy ne húzzam az időt. Szeretném, ha tényleg mindenki meghívva érezni magát, hogy részt vegyen velünk ebben a Linux Mintes kalandban, úgyhogy nyugodtan jelentkezzetek, legyetek ti is önkéntesek. Akartam egy ilyen bemutatót tartani, hogy hogyan néz ki a rendszer, de szerintem egyszerű majd, ha valakinek van kérdések, az oda jön majd a foglalkozások végén, és akkor megnézheti mondjuk ezen a laptopon, hogy néz ki. Az egész ugye ugyanolyan, mint az Ubuntu-nál, tehát egy CD-ről vagy pendrive-ról elindítva, live módban indítható és telepíthető a rendszer, akár meglévő operációs rendszer mellé, és futtatja az összes programot, amiket megszoktunk és szeretünk, úgyhogy ilyen a Linux Mint. Még zárásként van egy szlájdom, ami nagyjából arról szól, hogy pár programot szeretnék nektek ajánlani, hogyha érdeklődtök így a szabad szoftverekkel kapcsolatos dolgok iránt. Egyrészt április 11-én lesz egy keresztplatformos mobilfejlesztési napunk az Óbudai Egyetemen. Ez egy kicsit más témakör mondjuk, mint az itteni célközönség, de hogyha érdekel titeket a mobilfejlesztés különböző platformokon, Androidon, iOS-en, Windows Phone-on, Firefox OS-en, Ubuntu Phone-on, akkor gyertek el erre a rendezvényre. Illetve szervezünk egy OpenIT nevezetű rendezvényt, ez most először, április 18-án, szintén az Óbudai Egyetemen, ahol hát hozzátok hasonló szabad szoftveres érdeklődésű emberkék lesznek, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó lehetőség, hogy még jobban elmélyüljetek itt a szabad szoftverrel kapcsolatos dolgokban. Ott leszünk a veletekkel, ha valaki egyébként, mint közösség jelentkezett itt, vagy jelent meg,
Szeretnénk mindenkit meginvitálni, hogy a veleteken valószínűleg lesz kiállító részünk, úgyhogy ha van kedvetek, akkor hozzátok el a kedvenc disztribúciótokat, mutassátok be. Ott nagyon sok olyan ember lesz, aki nem nagyon foglalkozott Linux-szal, úgyhogy szerintem egy jó lehetőség arra, hogy bővítsétek a közösséget. Illetve a fordításra visszatérve még lesz május 9-én egy fordítói nap, amelyre már lehet jelentkezni a fordítás 2015 tavasz eventbrite.com oldalon, majd megtaláljátok ezt az eseményt a Facebookon is, úgyhogy találkozunk remélem minél több rendezvényen. És akkor köszönöm szépen a figyelmet, és ha valami kérdés van, akkor most is szívesen állok rendelkezésetekre, illetve az előadások után is. Hát az Óbudai Egyetem ott a Bécsi úton van, a villam automatika intézet. A Kandó, igen. Ott egy kérdés. Hát ez egy jó kérdés alapvetően az X. Hát megkapod ezeket a Linux Mintes Plus programokat. Szerintem az XFCE-nél nincs annyira nagy különbség, mint a mondjuk a Cinnamon esetén. És ott egy kérdés hátul, igen? Igen, de hogy a SFC-vel mennyire a jó barátságban? Hát alapvetően, hogyha feltelepítesz egy alap Linux disztribúciót, az kétségtelen, hogy nem lesz SSD-re optimalizálva. Ha egy picit értesz hozzá, akkor simán megoldható. Lényegében az FSTAB-ban a NoaTime nevű paramétert kell beállítani, illetve van egy Discard nevű opció, amit szintén érdemes beállítani. Ha gondolod, megmutatom, ezen a laptopon SSD van, úgyhogy itt ezek a dolgok be is vannak állítva. És ezekkel az opciókkal lényegében SSD kímélő módba kapcsolod a Linux kernelt, és onnantól kezdve az adott fölcsatolt meghajtót valaki kíméletesen bánik a Linux. Még esetleg kérdés? Akkor köszönöm szépen a figyelmet!